Tudjátok, hogy ez micsoda? Kérlek szépen titeket, ez egy igazi pisztolytáska. Egyenesen a Bugaci barátunktól, Istvántól, aki igazi rendőr volt, csak visszavonult, és amikor visszavonult, akkor megkaptam tőle ezt a vért. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és azt hiszem, hogy talán ez a legmenőbb dolog itt a stúdióban. És történt még egy csomó érdekesség most nyáron ebben a nyári szünetben, és ezekről majd mind fogok mesélni, csak van még itt valami, amit el kell mondanom nektek, amit be kell vallanom nektek. Kis előzmény, akik rendszeresen nézik a vlogot, talán emlékeznek arra, hogy júniusban volt egy adás, amikor bemutattam egy ilyen kétcsuklós, szuper, hosszú Icarus buszt, és annak az adásnak az eleje az egy kész katasztrófa volt, valahogy így nézett ki. És a mai nap történt valami, amiről nem mondhatok semmit. Na hát tulajdonképpen ez lesz a legszarabb felkonf, amit valaha felvettem. Valamit azért biztosan mondhatok, szóval valami titkos dolog történt az előbb, amiről előbb-utóbb majd beszélhetek nektek. Most azonban csak annyit mondhatok, hogy ne annyit sem mondhatok, hogy történt egy titkos dolog. Hát ez bármi lett, történt egy titkos dolog. És mint általában ezek a titkos dolgok, ennek is komoly jelentősége és hatása van az ember életére, és hát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy valamiféle hatása lesz a vlogra is. Azt nem mondom, hogy tök más lesz a vlog, mint eddig, de nem lesz, nem, igazából nem lesz változás. Felejtsétek el, szégyellem is magam az elmúlt 2-3 percért. Lépjünk ezen túl, és menjünk egy kevéssé titkos helyre, viszont egy olyan helyre, ahol valami nagyon-nagyon izgalmas dolog történik, amit meg is mutathatok nektek már most, és nem csak hónapokkal később. És most elérkezett végre a pillanat, hogy nyíltan beszélhetek arról, amit akkor titkolnom kellett, de nyilvánvalóan erre ígyunk előtte, hiszen minden nagy változásra inni kell az életben. Igen! Benne leszek a tévében! És tudom, hogy ez némi magyarázatra szorul, hiszen éveken keresztül meséltem nektek arról, hogy én miért nem akarok benne lenni a tévében, és az a helyzet, hogy ezen elvem mellett ki is tudtam állni egészen idén nyárig. Pedig nagyon sok helyre hívtak engem, meg hívtak Dórával közösen, hogy legyek műsorvezető itt, vagy zsűritag ott, vagy legyünk hülye celebpár amott, de hogy a legnagyobb lelki nyugalommal tudtam minden egyes esetben azt mondani, hogy ez engem tényleg őszintén egyáltalán kicsit sem érdekel. Mert itt vannak nekem a múltbeli tapasztalatok a tévével, amik mindig ilyen nagyon nyögvenyelősek voltak, itt van nekem a vlog, és itt vagytok nekem ti is, ami tényleg tökéletesen kitölti az életem, és maximálisan boldog vagyok mindezzel, és nem nagyon keresek mást. Nem is kerestem. Megtaláltak. Igen, valamikor tavasszal hívott fel engem Rubin Kristóf, aki egy ilyen élő legenda a magyar tévégyártásban, és ő tette fel a kérdést telefonon, hogy nincs-e kedvem tévézni, mire én mondtam, hogy közde nincs. Aztán befejezte a mondatot, és kiderült, hogy ez a produkció most az HBO-nak készül. Na és itt most képzeljetek el egy filmes jelentet, ahogy bevillantak a különböző képek, hogy én gyerekkoromban az HBO-n nőttem fel, hogy mi volt az, amit az HBO eddig készített Magyarországon, Aranyélet, vagy ott van például a Terápia, amiről sok-sok évvel ezelőtt meséltem nektek, és amit imádtam, és hogy az a helyzet, hogy amit az HBO csinál, az általában tényleg teljesen más dimenzió minőségben, mint amit általában megszokhattunk. Szóval ez a fél mondat már elég volt ahhoz, hogy azt mondjam, hogy igen? Nem, ezen a ponton még egyáltalán nem mondtam nemet, viszont igent mondtam a castingra, mert gondoltam, elmegyek oda, és hát igazából olyan nagyon sokat nem veszíthetek vele. Legalább megnézem, hogy egy ilyen nagy produkció az hogyan is készül, hogyan zajlanak az előkészületek, azonban ezen a castingon három dolog történt. Egyrészt kiderült, hogy a feladatokat tökre élveztem, szóval először csináltak velem interjút, aztán utána nekem kellett interjút készítenem, majd felkonfokat kellett elmondanom, és úgy voltam vele, hogy ez tök jó. Aztán kiderült az is, hogy Kristófék tök jó fejek és dimenziókra vannak attól, ami az ember fejében talán tévesen él a producerekkel kapcsolatban. Minden esetre olyan fickó, akivel tök szívesen leülnél meg inni egy sört is. Igen, el tudtam képzelni, hogy emellett a csapat mellett el fogom tudni engedni a görcsös kontrollmániámat, amit a vlogban szabadon kiélhetek. Kiderült, hogy a projektet az HBO oldaláról Závorszky Anna vezérli, aki a korábban már említett sorozatok, például a Terápia mögött is ott állt, és akkor már elég erős volt bennem az az érzés, hogy ebből valami szuper dolog fog kisülni. Aztán kiderült az is, hogy miről szól ez a műsor, aminek a műsorvezetésére felkértek. És ez nem az, hogy pókot kell lenni a dzsungelben, vagy hogy ki tud jobban megcsalni kit kivel, hanem az, hogy egy hidat kell építeni. Ezért is lett a műsor címe a Híd! Látjátok? Ide is van írva. Külföldi nyelven, de ez ugyanazt jelenti. Ez egy reality méghozzá az első, amit az HBO Magyarországon csinál, de vegyük végig, hogy miről is van szó. Tehát 2022-ben Magyarországon egy műsor készül arról, hogy 10-12 ember
összefog, és együttes erővel létrehoznak valamit közösen. Igen, egy olyan projektről van szó, ami nem jöhet össze, hogyha a szereplők folyamatosan egymás ellen acsarkodnak, ami csak akkor sikerül, hogyha képesek összefogni, túlnőni önmagukon. Ez azt hiszem már valamelyik fejkonfó, amit elmondtam a műsorban. A lényeg az, hogy nagyon tetszett ennek a műsornak az üzenete, ami bárhol a világban érvényes lehet, de a mai Magyarországon szerintem különösen fontos tanulságokat fogalmazhatunk meg a műsor nézése közben, meg után. Persze, amikor én ezt még elvállaltam, akkor nem tudtam, hogy mi lesz a vége, de minden esetre az teljesen nyilvánvaló volt, hogy a projekt az nem lehet sikeres összefogás nélkül, és hogy ez az, ami mint egy falatkenyér, annyira hiányzik. És ez volt az a döntő pillanat, amikor úgy éreztem, hogy a mérleg nyelve így elkezd átbillenni abba az irányba, hogy talán igen. Sokkal inkább talán igen, mint talán nem. Aztán kiderült az is, hogy megdöbbentő módon megfeleltem a castingon, és akkor azzal hívtak fel Kristófék, hogy hát valamit most már kéne véglegesen mondanom, és az a helyzet, amikor mindezt így egymás mellé pakoltam, hogy HBO, hogy ez egy igazán filmszerűen hollywoodi értelemben nagy, alapos és igényes produkció, hogy itt van ez a szuper csapat, aki ezt az egészet összerakja, és itt van ez a nagyon-nagyon fontos üzenet, amit ez a műsor meg fog fogalmazni, ráadásul tetszett az egész feladat, akkor hazamentem, Dórával beszélgettünk valamennyit, és akkor végül úgy döntöttünk, hogy én ezt most elvállalom. Szóval egy nagyon durva, brutális, hatalmas produkciónak vagyok a műsorvezetője. Vagyis voltam, mert tulajdonképpen már fel is vettük az adásokat, és volt még egy körülmény, amiről beszélni akartam, és ami nagyon-nagyon fontos volt, szóval, hogy Kristófékkal rendszeresen egyeztettünk, beszélgettünk a produkcióról még az igen előtt is, és az egy nagyon-nagyon neuralgikus pont volt, hogy én mennyire leszek egy ilyen bábú, akit beraknak a felvétel előtt, aztán kiemelnek onnan a felvétel után, és hál' Istennek azt mondta Kristóf, hogy ő szeretné, hogyha én kreatív tagként is részt vennék ebben a produkcióban, hogy a szövegeimet én írnám meg, hogy én állnék előttetekkel, és az a helyzet, hogy a forgatás lezajlott, szóval az elmúlt hetekben, ha csönd is volt, az azért volt, mert hogy én innen olyan 450 kilométerre, 500, pontosan nem mondhatom meg, hogy hol, de hogy lényeg az, hogy Erdélyben forgattam, és hogy pont úgy zajlott minden, ahogy azt annak előtte megbeszéltük, amiért különösen hálás vagyok. És nem csak Kristófék, de az HBO is ezt várta tőlem, és konkrétan Záborszky Anna is, akivel szintén sokat egyeztettünk a jelenetekről a forgatások alatt. És tényleg belefolyhattam a produkcióba, és tényleg valamelyest az én kreatív energiáim is benne vannak a végeredményben, nem nagyon, szóval, hogy azért ez egy egészen más nagyságrend, mint amivel valaha találkoztam én tévében, vagy amivel valaha dolgoztam, és az a helyzet, hogy van ez a nagy univerzum, ami ez a projekt, amiben én vagyok egy kicsi pötty, viszont annak a pöttynek a pozícióját, meg a formáját, azt igenis meghatározhattam, és nekem ez volt tulajdonképpen fontos, és tök jó, hogy gyakorlatban ez meg is valósulhatott. És igen, a tegnapi adás is ezért készült Kolozsváron, mert hogy ott befejeztük a forgatást, és akkor gyorsan még forgattam nektek a városról, és akkor még nem lehetett biztosan tudni, hogy mikor lesz a nagy bejelentés, és mikor mondhatom el nektek a teljes igazságot, de aztán megjött a zöld lámpa, úgyhogy ma kitárultam előtte. És egy kicsit még a produkcióról, és ezt a rövid blokkot azért megfűszerezem néhány vágóképpel, szóval az a helyzet, hogy egy csodálatos helyszínen voltunk, egy csodálatos tó mellett, ahol tulajdonképpen a csapat felépített egy házat a játékosoknak, és a háznál minden apró részletre odafigyeltek, hogy kellően öregnek tűnjön, hogy milyen oldalról süt a nap, akkor ott egy kicsit legyen fakóba faszóval, hogy ezek tényleg olyan részletek, amiket csak nagy produkcióknál szokhatna meg az ember, viszont itt egy kvázi reality, egy csak reality műsorban is sikerült ennyi hozzáadott értékkel nekiállni a produkciónak, de itt a csak az semmilyen értelemben nem állja meg a helyét, szóval, hogy igényes, átgondolt, tök jó volt az üzenete, és egészen elképesztőek voltak azok a körülmények, amik között dolgozhattunk, szóval, hogy na, még mindig le van esve az állam. És az a helyzet, hogy a vlogot ez semmilyen módon nem fogja érinteni, szóval én nem indulok el most egy másik irányba, mert hogy ez csak egy ilyen kaland volt, egy kitekintés, és én alapvetően továbbra is úgy képzelem el az életem, hogy ezeket az adásokat készítem, de minden esetre tapasztalatnak tök izgalmas volt találkozni Kristófékkal, meg az ő csapatával, akik számosak, szóval, hogy ez egy hatalmas brigád volt, én nem is tudom, 60-an, 80-an, 90-en voltunk ott, és ezeknek az embereknek a nagy része ez tulajdonképpen azt csinálta, amit én szoktam, tehát ilyen 16-18 órázott, csak én mondjuk szombaton vasárnap pihenni szoktam, itt meg 18-19-20-21, vagy hány napon keresztül dolgoztak az emberek megállás nélkül, szóval, hogy egészen elképesztő volt, és én nagyon bízom benne, hogy ez a végeredményen meglátszik majd. Amiben eddig bele tudtam nézni az alapján, ez hú, szóval, hogy tényleg nagyon jó lesz, és
nem mondhatok többet a műsorról, mert hogy az még azért sokára kerül adásba, és ez is mutatja, hogy mekkora produkcióról van szó, mert valamikor 2023-ba kerül majd adásba, de nem azért, mert addig lébet szólnak, hanem mert olyan mennyiségű felvett anyag van, és ez nem egy szokásos reality, amikor estére tulajdonképpen már össze is vágják az anyagot, hanem hosszú hónapokon keresztül zajlik majd az utómunka, hogy az kellően szép legyen, kellően minőségi legyen, és érzelmileg is kellően izgalmas legyen az a hullámvasút, amin egyébként a játékosok tök maguktól mentek végig. Szóval, hogy na, én is tűkön ülök, hogy lássam, és majd azért fogok még róla ezt azt csepegtetni, a következő hónapokban nem nagyon lesz erről szó, most csak szint akartam valami nektek, de a lényeg az, hogy izgalmas volt ez a néhány hét, és tökre örülök, hogy ebben részt vehettem, és hogy valamiért úgy gondolták, hogy én erre alkalmas vagyok, amiért ezúton is hálás vagyok továbbra, és meg vagyok döbbenve, de nagyon szépen köszönöm a bizalmat, remélem, hogy kiérdemeltem így utóbb. És nagyjából ezzel teltek az elmúlt hetek, bár mondjuk voltunk Robiéknál, ahol Robi csinált egy szuper jó barbecue-t, és ettünk náluk egy nagyon-nagyon jó oldalast, és tök jó volt velük találkozni. Meglátogatott például Kocka, akivel szintén csináltunk barbecue-t, csak az nem oldalas volt, hanem csirkeszárnyak, ilyen fú, jó volt, csirkeszárnyak, én csináltam ilyen király. Volt egy születésnapom, ahol Dórától megint kaptam egy olyan pólót, amin az ő arca szerepel, és kaptam egy ejtőernyőt, amiben futni kell, és ami akadályoz és visszahúz engem. Köszönöm! Közösen végrehajtottunk egy terheléses támadást a Szív magazin ellen, ugye néhány nappal ezelőtt raktam ki, hogy megjelen náluk egy interjú velem, sőt, hát az nem csak egy online lap, hanem van annak egy ilyen fizikai, valóban létező kiadott verziója is, aminek ez a címlapja, amit Dóra nagyon aranyos módon bekereteztetett, de minden esetre, amikor kiraktam a linket az interjúra, akkor lehat az egész oldal, olyan sokan akartátok megnézni. És az a helyzet, hogy mára ennyi, de robogunk tovább, nagyon sok izgalmas izgalomra lehet számítani a következő hónapokban, például nem is olyan sokára Robival utazunk valahova, nem is olyan sokára, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen jövő hét hétfőn indulnak az utazós epizódok, és igazából mindegyik utazós műsorunk valamilyen szempontból különleges, ez a szívemhez nagyon-nagyon közel áll, és remélem, hogy ti is fogjátok szeretni, de addig még jönnek itt adások is a csatornán, mert van itt egy csomó dolog, amiről beszélni kell, mára tényleg ennyi, köszönöm, hogy meghallgattatok, és sziasztok!